Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Big welcome for everyone. Nagyszerű érzés mindig egy új országban, egy új hamarosan megnyíló országban először előadást tartani. It's an amazing feeling always to come for a country where we are just opening. Az elmúlt években ezt már többször sikerült átélni itt Európában. I have the great privilege that in Europe I had many times this amazing feeling that we opened the market there. Ma két dologról szeretnék röviden beszélni. Today I'm going to talk about two major topics. Szeretném megosztani veletek az én történetemet. I would like to share my success story with you. És mint ahogy Mr. Kulés is mondta, hogy nekünk sikerült elérni leggyorsabban a Kron Ambassador szintet a DXN történetében. And as Mr. Kurajzi also mentioned that in DXN history we reached the fastest Kron Ambassador, the quickest time. Szeretném nektek elmondani, hogy mik voltak a legfontosabb pontok. I would like to mention the highlights, how we did it, the success. Okay. Hogyan is kezdődött? How we started? Körülbelül 8-9 évvel ezelőtt volt egy sikeres vállalkozásom Magyarországon. About 8-9 years ago, I had a very successful business in Hungary. Előadásokat tartottam a marketing szövetségben. I was doing a business presentation in the marketing congress. Online marketinggel foglalkoztunk, többször elnyertük az év honlapja díjat. We were doing online marketing, we've been selected and got an award of the year of the marketing company in Hungary. De nem éreztem szabadnak magam. But I was never feeling the freedom to do what I really want to do. Ugyanis a vállalkozásom nem működött nélkülem. But my company didn't work only when I was there. Minden nap be kellett mennem dolgozni, hogyha azt akartam, hogy sikereket érjünk el. I had to go to work every single day if I wanted to succeed. És egy idő után kiégtem, elfáradtam. And then after a while I felt exhausted and I didn't want to do my business anymore. Rengetegen megkerestek különböző MLM lehetőségekkel. I have been approached many different companies, many MLM companies before. Ezért egy nagyon professzionális lerázó dumát fejlesztettem ki. And then I did a very good theory, what I usually say, how politely I could say no. Egy mondattal mindenkit el tudtam. Only one sentence I had developed through the years. Ugyanis nagyon nem tetszett az, amit tapasztaltam. Because I didn't like the way they approached me. Nagyon nem tetszett az, hogy az MLM-et mások építik. I didn't like the way that people building MLM. Mondhatom azt is őszintén, hogy nagyon utáltam az egészet. Okay, so I could easily say I really hated MLM before. Viszont látom, hogy az MLM mint szisztéma egy óriási lehetőség. But also in the second way I saw that MLM could give you a great opportunity. De hát elkönyveltem azt, hogy hát ez nem nekem szól. But then also I accounted that this is not for me, definitely not for me. Mert én másmilyen vagyok, én egy alkotó ember vagyok. But because I thought, okay, I'm so different, I'm a creative person, it's nothing for me in MLM. Mindig kaptam azért az impulzusokat. I always got the impulse from different people. És egyszer azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha online, az online tapasztalataimmal fölépítenénk egy nagy hálózatot. Because always I had the impulse from people, so I had the idea, I'm really good in online marketing. Why we don't do an MLM with online marketing to train together? És elhatároztam, hogy keresek ehhez egy céget. So I decided that I find a company. És 8 évvel ezelőtt azért az MLM cégek még nem nagyon mozogtak az interneten. And 8 years ago, we had nothing, no MLM company working with internet or online. Nagyon sok MLM céget megnéztem ebből a szempontból, hogy együtt tudnék-e velük dolgozni. I were analyzing a lot of different MLM companies that I saw the system, could I work with them if I'm agree with the concept. Nagyon sok jó céget láttam. I have seen a lot of good companies. De a szisztéma, az nem tetszett. But I didn't like the system, the way they work. Nem tetszett, ahogy csinálják. I don't like the way that they were doing, building MLM. Olyan nagyon műize volt az egésznek, nagyon sémák voltak. I felt that it's the whole is fake, is no life in it or no personality in it. Több mint 2 évig kerestem. I was really searching for just over 2 years. És nem találtam olyan céget, akivel együtt tudnék dolgozni. But I never felt that the company is right. Igazából föl is adtam ezt a vágyamat, ezt az álmomat. So I was almost there to give up my dream on. Aztán egyik nap egy barátom hozott egy zacskó ganodermás kávét. And then one day one of my very good friend brought a ganoderma coffee for me. És azonnal elkeslettem.
And then immediately I became enthusiastic. I felt. Azt mondtam, hogy ez az a termék, amit keresek. I felt that this is the product, this is the company I'm looking. Ezt online is be lehet mutatni nagyon egyszerűen. We can present the product online as well easily. És nagyon lelkes lettem. So I became really, really enthusiastic. És rögtön elkövettem a legnagyobb hibát, amit el lehet követni egy MLM üzletben. So I immediately did a very, very big mistake, as you can do in an MLM. Nem néztem utána a cégnek. So I haven't researched a company. Alig vártam, hogy megjelenjen Magyarországon. So I was really looking forward that they introduced it in Hungary. Ez kb. Egy hónap múlva bekövetkezett. After I met my friend, within one month, they brought the company into Hungary. Az első nap regisztráltam. The first day I registered. És elkezdtem a munkát. And then immediately I started working non-stop. És nagyon látványosan működött. So I reached immediately results. I was really good. Kifejlesztettem egy weboldalrendszert. I developed a full system, a web system. És éreztem, hogy ez nagyon működni fog. Then I felt that it's going to work for me. Hiszen amikor elkészült a weboldal, because when the website and the system elküldtem egy korrektornak, hogy nézze meg, hogy nyelvileg helyesek a szövegek. So I sent it to someone to edit the website, a corrector to see that everything is okay grammatically, the website, the design is fine. És pedig visszaért, hogy szeretne csatlakozni. And then he rewrite me. Yeah, I would like to join for you. Tehát úgy éreztem, hogy oké, ez működni fog. So I felt, okay, this could work for me. Viszont 4 hónap után rá kellett jönnöm, hogy a cég, akihez csatlakoztam, az komolytalan. Okay, but unfortunately after 4 months, I felt that the company I joined, they're not serious company. Tehát be kellett látnom, hogy sajnos hibáztam. I had to realize that I made a mistake. Viszont van alattam már egy csapat, és hát felé felelősséggel tartozok. But also I already had a big team of people that I felt I'm responsible to help them to make them successful. Így aztán odaültem az internet elé. So I again started the research. És megnéztem az összes ganoderma-s céget a világon. So now I had also, I knew that I'm looking for a company with Ganoderma, so I researched all the companies working with Ganoderma. Megkóstoltam csomó különböző ganodermás kávét. I tried all the possible Ganoderma coffee in the world. És egy-két hónap után azt láttam, hogy valószínűleg a DXN a legkomolyabb cég ezen a piacon. After 2 months being researching, trying all the coffees, I saw that DXN is the company which is stable and a serious company to work for. És azt láttam, hogy ő volt az első is ezen a területen. And then also I realized that they are the biggest in the Ganoderma market as well. De akkor nekem ez már nem volt elég. But then it wasn't enough for me. Összeírtam, hogy mi alapján kell MLM céget választani. I also make a list for myself that what's the main criteria I want to search for that MLM company I start to work with. És küldtem nekik egy levelet, hogy a jövő héten kiutaznak Malajziába, és szeretném lecsekkolni a céget. So I sent them an email that next week I'm going to come to Malaysia, and I'm actually personally going to make sure that when I start to work with you, you are the right company to work with. Ők persze ezt nem igazából értették, és mondták, hogy hát ez először legyek tag, vásároljak, stb. Obviously not daily got emails like mine, which is so serious. So they didn't really understand who I am, what I really want. So they said, okay, just be a distributor first, buy a few products, try them, and then we talk later. De mondtam, hogy okay, már megvettem a repülőjét, tehát ott leszek. Okay, but I was very convinced. I bought the ticket already to go to Malaysia. So I said, next week I arrive, don't worry about it. Okay. Tehát aztán valaki ott fogadott és megmutatta, megválaszolta a kérdéseket. One of the representative they take me on and they answered all my questions. És egy hetet eltöltöttem, megnéztem a gyárat, a farmat. So I spent 1 week. I actually see with my own eyes the farm, and then I was talking to the people there that house the DXN and the Ganoderma. És láttam, hogy ez a cég, akit kerestem. So I realized from my own eyes that yes, this is the vision, this is the company I want to do. És csatlakoztam. So then I joined. Nem volt szponzorom, a céghez csatlakoztam. I haven't had any sponsor. I joined DXN as a company. Mondtam, hogy szeretném elindítani ezt az üzletet Magyarországon. I make a proposition that I would like to bring DXN into Hungary. És hát mondták, hogy már több ember is jött Európából, de igazából eddig nem történt semmi. They told me that a few people been approached from Europe, but to be honest, nothing happened.
Tehát jöjjek vissza akkor, hogyha már van 500 emberem, akkor beszélünk majd az európai piacításról. So they told me, if you want to open European market, go home, get 500 people, and then maybe we can talk about it. Okay, ugye nagyon határozott voltam ezen a területen. I was very determined. Ezért nem jelentett problémát az, kb. Egy hónapon belül meg volt az 500 ember. I was very determined when I went back home, so within a month, I recruit 500 people to come. És jelentkeztem ismét, hogy akkor itt vagyok, csináljuk. So I again write them. Okay, I'm ready. I have the 500 people, so let's do it. Okay, úgyhogy ki kellett még néhányszor utaznom Malajziába. So I had to fly over a few times by the time. De kb. 9 hónap után megnyílt a magyar piac 2009 márciusában. So after about 9 months, we opened the Hungarian market. 2009 márciusban. March. És hát azóta jó néhány európai piacot megnyitottunk. And then ever since I opened a few other European market as well. És a DXN-nek az európai történetét azt már valószínűleg ti is ismeritek. And then also probably DXN Europe, you already know the history, what we have, how fast we're growing. Úgyhogy most inkább arról szeretnék beszélni, hogy hogyan csináltuk ezt. So the main thing I would like to emphasize today that how I did it, how we did it. Tegnap Dublinban tartottam egy előadást. Yesterday we were in Dublin making a presentation. És reggel, amikor megérkeztem a repülőtérre, egy nagyon kedves helyi vezető jött kértem. In the morning when I arrived the airport, the local leader, one of the Irish leader came to me. És megkérdezte tőlem, hogy mi a titok. He asked me, or she asked me, what's the secret? What's your secret? How you do it? Nagyon sokan megkérdezik, nyilvánvalóan ezt. A lot of people ask me, how did you do it? És azt mondtam neki, hogy ha teljesen őszinte akarok lenni, hogy mi a titok, akkor az a következő. If I want to be completely honest with you, what's the secret? Valószínűleg a titok az, hogy én teljesen másképp építem az üzletet. The secret is, I build my business in an extraordinary or in a very different way. Ahogy eddig az MLM-ben tanították. Then I build a business, none of the MLM normal way. I build in a completely different way that as you ever been noticed before. Tehát mindent másképp csinálok, mint ahogy olvashattál az MLM könyvekben. Everything completely different than as you ever read in MLM books or you ever know before. Tehát amit most el fogok mondani, nem kell avval egyetérteni. What I'm going to tell you, you don't have to agree with me. De nekem ez működik. But it definitely works for me. És hogyha látsz olyan pontokat, ami neked szimpatikus. And if you see during the presentation any points that you feel yes is sympathetic or you agree with it, akkor alkalmazd őket a munkádban. Please do it also when you work. Okay. Szerintem az MLM egy MLM üzlet építését saját magaddal kell kezdened. The first when you start an MLM business, to build an MLM business, the first point you need to start with yourself. Nem lehet fölépíteni úgy egy MLM üzletet, hogy te nem vagy rendben. You cannot build any type of MLM business if you are not in the right place with yourself. Okay, tehát nem kell, hogy sikeres legyél. You don't have to be successful. Nem kell, hogy gazdag legyél. You don't have to be rich. De magaddal, önmagaddal szembe harmóniába kell lenned. But you need to be okay with yourself. You need to be in a harmony with yourself. Ha ez nincs meg, az emberek nem tudnak követni. If you don't have this, people cannot follow you. Ez nem tűnik egy egyszerű feladatnak. I agree, it's not a simple thing, it's not an easy thing to do. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan tudnám az embereket segíteni abban, hogy ezen az első lépésen túl legyenek. I was many hours I spent thinking, how can I help people to reach this point, because it's the most important thing. Körülbelül 20 évvel ezelőtt volt egy elég komoly problémám. About 20 years ago I had a very serious problem. És akkor találkoztam egy könyvvel. And then I found a book. Ami az én életemet teljesen megváltoztatta. Which changed my life completely. Mert tökéletesen fejlesztettem azt az abban olvasottaknak az alkalmazását. Because when I read the book, they had so many tips, and then I reached the point when I became a perfectionist. The points that book tell me to how to improve yourself. Úgyhogy, ha érdekel benneteket, akkor elárulom esetleg ennek a könyvnek a címét. So if you're interested how you can improve yourself, maybe I will tell you the title. Ez nem egy MLM-es könyv. It's not an MLM book, don't worry. Egy amerikai hölgy írta. It's an American author.
úgy hívják, hogy Pamela Herbutler. Pamela Herbutler. És a könyvcímben pedig az, hogy Talking Myself. Talking Myself. Tehát a legjobban, aki visszahúz téged az üzletben. The only person dragging you back to become successful. Az te saját magad vagy. Is yourself. És hogyha nem tudod magaddal megbeszélni ezeket a dolgokat. If you cannot talk with yourself about what's akkor, causing you the problem. Akkor nem tudsz előre haladni. So you cannot grow, you cannot go forward. Úgyhogy magaddal kell kezdened az üzletépítést. First you have to build a business, you have to start with yourself. Hogyha te saját magad rendben vagy, akkor nincs előtted lehetetlen. If you are feeling okay in harmony, is nothing impossible in life. Okay. Nagyon sokan becsatlakoznak az üzletbe. A lot of people join the business. Csinálnak valamit. They do something. És nem értik, hogy miért nem lesznek sikeresek. And they don't understand why I'm not succeeding, what's happening. Az első pont, amit látok, the first point I see, hogy eladták neki ezt az üzleti lehetőséget. They sold the business opportunity for them. De ő nem vette meg. But he didn't buy it. Tehát itt van valaki az üzletbe. They are in the business. De ő 100%-osan nem vette meg ezt a lehetőséget. But they never ever bought it 100% this business opportunity. És hogyha te nem vetted meg ezt az üzleti lehetőséget, akkor nem tudod eladni. If you haven't 100% committed and bought it yourself, you can never sell it for other people. Úgyhogy egy nagyon hasznos feladatot szeretnénk neked javasolni, hogy végezzel otthon. So I will give you a very beneficial program for you to do it at home as a homework. Vegyél elő egy fehér lapot. Bring a white sheet, a piece of paper. Húzz rajta egy függőleges vonalat. Make a horizontal line. És az egyik oszlopba írd be azt, hogy te mit gondolsz magadról, hogy te miért csatlakoztál ehhez az üzlethez? The first column should be, what do you think about yourself? Why did you join this business? Egy kicsit úgymond győzz meg magad, kicsit motivál so, magad, hogy te miért látsz ebbe lehetőséget? Just make an inspiration, a motivation for yourself that for you, what's in the XN? What's the business or what can help you with this business? De a másik oszlop az sokkal fontosabb. But the second column, I would say, is the more important one. Írd be a kifogásaid az üzlettel kapcsolatban. Just write there your excuses. Mit gondolsz, hogy miért nem fog ez neked működni? Miért nem működhet ez neked itt mondjuk Angliában? Write all the excuses you do have. Why in England, for example, this business cannot work? Tehát mik a problémáid az üzlettel? What's your problem? What's your obstacles being DXN in England or any? Én nagyon szerencsés voltam, mert ugye úgy kezdtem az üzletet, hogy kimentem Malajziába. I was very very fortunate because I started my business, building my business to go to Malaysia directly. Mikor megérkeztem Kuala Lumpurba a szállodába. When I arrived Kuala Lumpur and I checked in my hotel. Levettem egy idegenforgalmi prospektust a hallba. I took a touristic prospect brochure from the hotel's hall. Ez a prospektus Kedah tartományról szólt, ahol a DXN-nek a központja van. This brochure was about Kedah province, where is DXN farm is. És az volt benne, hogy látogass meg a DXN farmját, ami a világ legnagyobb ganoderma ültetvénye, bármikor ingyenesen látogatható. And it says that please go and visit DXN farm, which is free to go in to anyone, and it's the biggest ganoderma farm in the world. Nekem ez egy óriási biztonságot adott, hogy hát itt egy független prospektus leírja a DXN-nek a legnagyobb farmja a világon. This give me a very big security in my vision because it's an independent brochure and it's already saying that this is the business where I need to be. Tehát én úgy tudtam hazajönni, hogy nekem igazából ebbe az oszlopba csak nagyon kevés dolgot kellett beleírnom. When I went back to Hungary, to be honest, on the second column, I had a very few excuses that I needed to write down. De addig nem kezdtem el a munkát, még ezt az oszlopot ki nem tudtam törölni. But I haven't started working until I completely demolished the second column. Tehát nem probléma, hogyha most sok mindent odaérsz. It's not a problem to start with. If you have a lot of excuses, write all the excuses you do have. Írd föl magadnak bátran az érzéseid. Write all the feelings, everything that you have, excuse, obstacles, anything you do have. De addig ne kezd el a munkát, még abban a sorban szerepel bármi is, amíg nem tudtad megválaszolni ezeket a kérdéseket. But please, don't start building a business until you completely demolish and stop that column. Because
building the business is very important that you have zero obstacles in that column. Okay, tehát nem baj, hogyha nem tudod megválaszolni, akkor kérd a felső vonalat, a szponzorod segítségét. It's not a problem if you write down something. You may be not sure how you can get over it, how you handle that problem. Ask your sponsor, that's why your sponsor is there to help you. Hogy mondjak egy példát, egy személyes példát, amit én fölírtam ebbe az oszlopba. Or let me just tell you one personal excuse I did have. Én egy marketinges vonalról jöttem. I came from a marketing background. És bevallom őszintén, nem nagyon tetszik a csomagolásnak a dizájnja. And then to be honest, I don't really like the design how it looks. Sőt, elég nehéz kibontani az acskot is. And also it's really difficult to open the package as well. Habár, hogyha elvégzel egy ilyen kétnapos tanfolyamot, az egyszerűen. But if you go through a two-day course, how to open the coffee socket, it's gonna be very easy for you. Okay, szóval jöttem én a marketinges, és úgy éreztem, hogy engem ez nagyon gátol, hogy hát ez nem egy ilyen európai 2012-es dizájn mondjuk. Okay, so I came as a European from a marketing background, you know, and I really felt this is a very big obstacle for me, that this is really not up to date and it's not for European. And in 2002, is it not possible to sell this design? Okay. No. De tisztáztam magam ezt a kérdést. But I clarified this question. És hogyha ma valaki nekem azt mondja, hogy hát, hogy néz ki ez? So if today someone tell me, look, let's, how it looks like. Azt mondom neki, hogy figyelj, teljesen egyetértek veled. Look, I completely agree with you. De tudod, én nem a csomagolást fogyasztom. But you know, I'm not consuming the package. Én a beltartalmat. I like the inner contents. Sőt, ugye szokták mondani, hogy nehezen nyílik. Also a lot of people complain it's hardly open. Én azt mondom, hogy ez a cégnek egy nagyon tudatos üzletpolitikája. So I said this is the very knowledgeable company policy that they did it like this one. Mert a cég ebben is mutatni akarja, hogy milyen értékes a beltartalom, milyen nehéz hozzájutni. So the company want to promote it that the inner contents is much more important because it's hard to open, but when you open, the inside is excellent. Yes. Okay. Oké, tehát ez nagyon fontos, hogy az oszlop neked ott üres legyen. So it's very important that the second column is empty. Mert akkor tudsz igazából magabiztos lenni. That's the way you can be confident. That's the way to go. Amikor én hazajöttem Malajziából, akkor nagyon keveset tudtam a termékekről. When I came back from Malaysia, I had almost no knowledge about the products. Nagyon keveset tudtam a marketing tervről. Almost no knowledge about or very few things about the marketing plan. De nagyon tisztán láttam azt az értékrendet, amit én tudok képviselni. But what one thing was very clear for me, the value of the company, the value that I'm going to promote towards my people. És arról beszéltem, hogy én miért választottam ezt a céget. So I was talking about that why I choose the company. Mi az a vízió, amit látok? What's the vision I see? És a barátaim azt mondták, hogy visszataszítom, magabiztos vagyok. So my friend said that you are extremely extraordinary confident, like it's too bad even. De ez engem nem zavart. But I was not caring for them. Ugyanis az első dolog, amire nagyon odafigyeltem, mikor elkezdtem MLM-mel foglalkozni. But the first thing that I was always looking out when I start MLM companies. Hogy szerintem az MLM az nem a meggyőzés üzlete. MLM is not convincing someone to do something. És senkit nem akarok arra meggyőzni, hogy ez a lehetőség jó. I don't want anyone to be convinced by me that this is a business opportunity or this opportunity is good. Én arról beszélek, hogy én miért látok ebben lehetőséget. I only talk about that why I see an opportunity in the XN. És csak néhány embert keresek, aki hasonlóan gondolkodik, mint én. I only looking for a few people that they actually have the same vision, the same thinking as I do. Ha megnéztek a DXN marketing tervét, nagyon egyszerű. If you see the DXN marketing plan, it's really simple. Ahhoz, hogy Krón ambaszador lesz, maximum 20 ember kell találnod. To become a Chrome ambassador, you only need to find 20 people thinking or like you. Nem több száz embert. Összesen 20 ember elég, aki ugyanúgy gondolkodik, mint te. You don't have to find hundreds and hundreds of people. Only 20 people you need to find, they think like you. Okay, tehát arról szoktam beszélni, hogy én mivel hiszek. So usually I speak about what I believe. És senkit nem szeretnék meggyőzni. And I don't want to convince anyone. Nagyon keményen dolgoztam az elején. I work really, really hard from the beginning. Biztos vagyok abban, hogy Európában én kaptam a legtöbb nemet. I'm very sure that in Europe I receive the most no.
De engem ez nem zavar. But I was not scared or not discouraged by it. Azt szoktam mondani magamban, hogy mindenki azt a kávét iszta, amit megérdemel. I used to tell myself, everyone drinks the coffee that they deserve to drink. Tehát amit tudok neked tanácsolni, so I want to advise you, hogy felejtsd el az eddigi tapasztalataidat. Forget all negative experience before. Felejtsd el a tapasztalataidat, mert ezek a tapasztalataid gátolnak a legjobban a sikered érdekében. Forget all the negative things that you got from the past, because this is the only thing is keeping you, holding you back from reaching success. Lehet teljesen másképp csinálni. You can do it in a completely different way. Az elmúlt egy évben 22 országba jártam. The last year I've been traveling and went 22 different countries. Ázsiában, Amerikában, Európában. Asia, America, Europe. Különböző emberekkel találkoztam. I met various people from all over the world. De az előadások után mindig volt egy mondat, ami mindenütt elhangzott. But all the presentation, all the different places, I said one thing after my presentation, and it's always the same thing. Tudod, László, ez az ország egy kicsit más. They always tell me, you know, László, this country is a little bit different. Tudod, itt az emberek mások. You know, in this country, the people are a bit different. Itt nagyon nehéz elhívni őket az előadásra. In this country, it's really difficult to invite people to seminars like this. Itt nagyon nehéz MLM-et építeni. You know, in this country, it's impossible to build an MLM. Tehát mindenütt ez van. Everywhere is the same story. Az MLM mindenütt úgy működik, hidd el nekem. Don't worry about it. The MLM works exactly the same way in each country. Tehát próbáld félretenni az eddigi tapasztalataidat. So try to acknowledge all the negative experience you had before. És hidd el, hogy ha másképp csinálod, akkor nagyon egyszerűen meg lehet csinálni. And believe in that if you do it in a different way, the right way, you can succeed. A legfontosabb dolog szerintem az, hogy az emberek lássák, hogy te jól érzed magad ebben az üzletben. The most important thing that the people need to see that you are feeling good doing this business. És ne azért lássák, mert a jó színész vagy. And please don't make them see just because you are a good actor or actress. Hanem mert valóban jól érzed magad az üzletben. Just because you found a way that you can really build this business in the right way, the good way. Tehát ez egy nagyon egyszerű üzlet. It's a very simple business. Bárhogy csinálhatod. You can do it anyhow. Mindenképpen működik. It will work for you. De te úgy csináld, ahogy szeretnéd. But please, if you do it the way that you like to do it. Ha annak idején nekem Malajziában azt mondják, When I visited Malaysia, if they would tell me. László, neked írnod kell egy névlistát. László, please write a name list. És hívd össze az embereket a házadba és tarts ilyen bemutatót nulla információval. Please gather all the people you know in your house and then tell the marketing plan without any knowledge. Akkor én nem csatlakozok. So I would never join this company. Hangsúlyozom, ez a szisztéma mai napig nagyon jól működik, nagyon sok embernek. But I have to emphasize that this is a system which works for a lot of people. Hogyha neked ezt szereted, akkor csináld így. If you like this system, please stick to it. Do it like this way. De hogyha te nem szereted, akkor csináld úgy, ahogy szeretnéd. But if you don't like it, try to find a new way. Do it the way that it works for you. Én azt mondtam, hogy én senkit nem fogok meghívni előadásra. I told everyone, I'm not gonna ever invite anyone to a seminar like this. Én online fogok dolgozni. I'm going to build my network just online. És csak négy szem közti megbeszéléseket csinálok. And only one-to-one, face-to-face conversation. That's the two way I want to work. That's én ebben a szituációban érzem jól magam. Because I feel comfortable and confident in that surrounding. Ez egy szabad üzlet. Találd meg, hogy te hogy érzed jó magad benne. This business is of freedom, so please find a way that you feel good in this business. Van egy nagyon fontos szabály a kommunikációban. There is a very important rule in communication. Ha te bárkivel találkozol, if you ever met somebody in your life, beszélhetsz te bármiről neki. You can talk about anything. Ez az illető egy idő után semmire nem fog emlékezni, semmi konkrétumra. They would never really remember what you were talking to them. Tehát, hogy a tagsági összegére emlékszik. Maybe only the registration fee, that how much is gonna cost. De igazából nem fog emlékezni semmire. But to be honest, they're not gonna remember most of the things that you were talking to them. De egy nagyon fontos dologra nagyon hosszú ideig emlékezni fog. But one very important thing they will always remember, or at least very long time. Azon, hogy hogyan érezte magát ő ebben a beszélgetésben. They will always remember that how they felt during the conversation, how you made them feel.
És hogyha arra fog emlékezni, hogy találkozott egy szimpatikus emberrel. If they would remember someone, they had a good chat with a sympathetic person. Aki jól érezte magát abban a szituációban. They had good fun, they will feel confident in the conversation. Harmóniában volt önmagával, harmóniában volt abban, amit beszél. They had a harmony with themselves and also the communication coming out of them. Akkor szívesen fog erre a beszélgetésre emlékezni. They will have a good memory about you and they will have a good memory about the conversation. Okay. Tehát ami ott lebegjen a szemed előtt, hogy úgy csináld, ahogy szeretnéd. So please just always remind yourself that do it the way that you like to do and you enjoy this business to do. És az emberek lássák azt, hogy te szereted csinálni. And the people should see that you really enjoy doing this business. Ez egy nagyon őszinte üzlet, én azt szeretem benne. I think it's a very honest business, which I do love in this business. Hiszen a termék működik. Because if you try the products, you can see it works for you. Semmit nem kell, semmi valótlant nem kell állítani a termékekkel kapcsolatban. You don't have to lie or you don't have to say unrealistic things for people, because when they try, they see that it works. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy figyelj, olyan egyszerű helyzetben vagyok. I usually tell people, I'm in a very simple position. Teljesen mindegy, hogy mit mondok a termékekről. It's unnecessary, I tell you, or whatever I tell you. Hiszen egyetlen egy dolog számít. It's an only one thing matters. Tapasztalni. That what's your experience would be. Semmit nem jön, hogy mit mondok a Ganoderma-ról. Azt számít, hogy rád milyen hatással volt. I can tell you all the stories about Ganoderma, but in a way, what only matters is that how you going to feel about it. Or what's your personal experience would be after taking the product? És én bátran ajánlhatom bárkinek kipróbálásra, hiszen én tudom, hogy a termék működik. I can highly recommend to anyone any product because I know it's working. However. Okay. Tehát amikor az emberek velem találkoztak, akkor azt látták, hogy én jól érzem magam ebben az üzletben. So people generally when we met me, they saw I have a good time, I feel confident, good in this business. Ez azért el kell mondjam, hogy nem volt olyan egyszerű magamnak eladni ezt. So I have to tell you, but in the beginning also, to sell this opportunity even for myself, it wasn't easy. Én egy cégvezető voltam. I was a very big CEO of a company. És hát úgy gondolkoztam, hogy hát az MLM ez egy olyan kicsit olyan ciki. So I was always thinking, MLM is a bit low level activity for me. Yeah, és termékeket fogok itt ajánlgatni. So I'm just going to door to door and to give people samples or what's going to happen. És ugye ezt azért rendeznem kellett magamba. So I have to organize, I have to overcome this excuse. Ahhoz, hogy jól érezzem magam. To become good in this business. Mi most egy elég szép helyen lakunk. We live in a quite beautiful place. Én csomó sikeres cégvezető vesz körül. I have also all the sponsors, beautiful people around me. És múltkor számolgattam egy kicsit. And then last time I was counting a bit. Mondjuk hát a múlt évben az én hálózatom csinált mondjuk olyan 15 millió eurós forgalmat. So last year az én hálózatom csinált. My network done 15 million turnover in euro. In a month? Nem, elmúlt évben. In the last year, in one year, my network did 15 million euro turnover. És akkor úgy megnéztem, hogy ugye a többiek hogy mennyit csinálhatnak az ő vállalkozásuk. So I was looking for other people that they live in the same place as I do, that how much turnover they can generate. És akkor azt mondom, hogy MLM ez nem ciki. I think MLM is a good thing, not a low level thing to do after. Okay. Tehát lehet másképp is csinálni ezt a dolgot. So you can do in a different way. De ahhoz, hogy sikeres legyél, föl kell ezt vállalnod. But to become successful, you need to do it. And you need to believe MLM is a good thing. Ugye sokan nincsenek azzal tisztában, hogy ez egy vállalkozás. Lot of the people they don't realize or don't accept this is an entrepreneurship. Okay, nem jogi értelemben. It's not legally. Hanem hozzáállás szempontjából. But the attitude is more importantly. It's an entrepreneurship to do it. Tehát, hogyha csatlakozol ez az üzlethez, akkor egy saját vállalkozást indítasz. When you join this business, you will start your own business, entrepreneurship. És hogyha elindítasz egy üzletet, akkor azt a profit miatt indítod. Because when you start any kind of business, right? You start it because you want to create profit. Okay, tehát többi az mellébeszélés lehet. All the rest is bullshit or okay. Not important. Okay, tehát azért indítottad a vállalkozásodat, mert pénzt akarsz keresni. So you only start a business, right? Because you want to make money. Okay, de
üzleti jövedelmet csak üzleti hozzáállással lehet. But remember one thing, if you want to generate a business income, it's only possible if you do a business attitude as well. Ugye valakik 20 évvel ezelőtt elkezdték azt a mesét mondani, amit sokan elhittek. 20 years ago, some people start to tell a story or a fairy tale. Ugye, hogy hát csatlakozz el az MLM-hez, mutasd meg néhány ismerősödnek, és milliómos leszel. There was a fairy tale 20 years ago that, okay, join an MLM company, show a few people that you know, and you become a millionaire next time. Ugye, ez nem igaz. But it's not true. Ez egy valódi business. This is a real opportunity. Ugye, valódi termékekkel. We have real products. És hogyha te üzleti jövedelmet szeretnél, akkor üzleti hozzáállás kell. But if you want a business income, you need to remember to do a business attitude all the time. Tehát profin kell csinálni. But you need to become a professional in your business. Hogyha valaki azt kéne tőlem, hogy mondjam el, szerintem a legfontosabbat az MLM üzlettel kapcsolatban. If anyone would ask me, so what's the main point, what's the most important thing in MLM? Akkor a következőt mondanám. So I would tell the same. Tudnod kell egy nagyon fontos szabályt. You have to know a very important rule. Ez egy kicsit lehet, hogy fájni fog. It's maybe gonna hurt you at the moment. Tudnod kell azt, hogy az emberek 90%-a nem azért csatlakozik az üzletedhez, mert pénzt akar keresni. You need to know a very a fact. 90% of the people who join to your business or network, they don't want to earn money. Hanem azért, hogy a te időtet ellopja. But to steal your time. Tehát ők mind csodálatos emberek. They're all wonderful people. Nagyon szeretem őket. I love them very much. Hiszen kiváló emberek. Because they are extraordinary people as they are. De ők nem akarnak pénzt keresni. But they don't want to make money. Tehát töltsd velük a szabad idődet. So spend your free time with them. De nem az üzleti idődet. But not your business time. Ha pénzt akarsz keresni, azokkal az emberekkel töltsd el, akik pénzt akarnak keresni. You spend your time wisely. Spend the time with the people who want to make money from this business. Yeah, tehát én ezt nagyon egyszerűen megoldottam ezt a problémát. I resolved this problem very easily. Hogyha valaki csatlakozik az üzletünkhöz, akkor elmondom neki a legfontosabb szabályt. So whenever someone joined my network, I tell them the most important rules straight away. Szeretnék egy félreértést tisztázni veled. I want to overcome one misunderstanding right away. Te nem az én üzletemet építed. You're not building my business. Te a saját üzletet építesz. You're building your own business. Tehát én soha nem foglak téged fölhívni. I'm never gonna call you. Nem foglak téged fölhívni, hogy mit csinálsz. I'm never gonna call you that, have you work, what's happening. De én a szponzorod vagyok, és te bármikor engem fölhívhatsz. But I am your sponsor, so you have all the rights whenever you want help to call me. És bármikor segítek neki, mindig számíthatsz rám. You can always count on me as your sponsor. I will always help you. De én soha nem foglak téged fölhívni, hogy gyere egy előadásra. But I'm never gonna call you to come for a seminar. Vagy csinálj valamit. Or to do anything. Hiszen nem nekem csinálod, hanem magadnak. Because you don't work for me, I'm not your boss. You are your own boss, you work for yourself, your business. Az interneten elérhető egy 6 órás startképzésem. On the intranet, we have a 6-hour start seminar. Ha érdekel, az angol nyelvű felirattal elérhető a dxmlm.com oldalon. Now it's also available dxmlm.com. We have it subscribed with English as well already. És hogyha valaki csatlakozik az üzletemhez, azt mondom, hogy figyelj, nézd meg a startképzést. Whenever someone joined my network, I tell them, okay, 6 hours, you watch the videos. Írd össze a kérdéseid. Write all your questions you do have. És gyere vissza. And come back to me when you're ready. Természetesen az emberek többsége nem jön vissza. Most of the people have to tell you, no coming back. Okay, de ez nem az én problémám. It's not my problem, right? Ők nem akarnak pénzt keresni. They don't want to work, they don't want to make money. Semmi probléma ezzel. It's not a problem. Én azokkal foglalkozok, akik pénzt akarnak keresni. I will work, I will put my time towards people that they want to make money. Tehát nagyon fontos, hogyha üzletet építek, akkor üzletileg gondolkodjak. It's very important, if you want a business, you need to think business, your philosophy needs to be business. Amikor elkezdtem ezt az üzletet Magyarországon. When I started this business in Hungary. A feleségemmel közösen építjük. We built a business with my wife, both of us. Akkor megbeszéltük akkor, hogy fogjuk csinálni. So in the beginning, we clarify all the rules how we're going to do it. Az elején hoztunk egy nagyon egyszerű szabályt. In the beginning, we make a very simple rule. Ő foglalkozik mindennel. She has all the responsibility at home. Én pedig csak az üzlettel. And then I have all the business responsibility. Okay, és
hoznom kellett magamnak egy szabályt. And I have to also overcome one important rule for myself. És az elején volt, hiszen az elején volt egy kritikus pont. In the very beginning we had one crucial point. Hiszen tudtam, hogy ha én nagyon gyorsan nem leszek sikeres, akkor senki nem fogja elhinni azt, hogy ez az üzlet működik itt Európában. I knew it from the beginning that if I won't make this business successful, never gonna anyone believe me in Europe. Okay, tehát én hoztam egy saját szabályt magamnak. So I did one important rule for myself. És azt mondtam, hogy napi 5 ember. I need to talk to 5 people every single day. Senki nem kényszerített erre a szabályra. No one tell me you have to do or you must do this. Én azt mondtam, hogy ez az én vállalkozásom szabálya. It was that this is my business philosophy to do business. Hogyha mai nap csak 3-at tudok megcsinálni. If I only can do 3 today. Akkor holnap 7-et kell. So tomorrow I need to do 7, right? Okay, nincs hétvége, nincs hétköznap, minden nap 5. So it's no weekday, no weekend, it's every single day 5. Nyilvánvalóan sem problémád nincs azzal, hogyha nem tudsz megcsinálni napi 5-öt. It's not a problem if you have a different rule, you don't have to do 5 a day. De hozz egy magadnak, hozz egy szabályt. But make a rule for your own self, your own growth. Mondd azt, hogy napi 2. Just tell yourself, 2 in a day. Mondd azt, hogy heti 2. Just say 2 every week. Okay, de azt a szabályt tartsd meg magadnak. But stick to your rule, what's more important. Nyilván valamikor elkezdtem, ezt tudtam, hogy ezt nem kell évekig csinálnom. I knew that when the beginning I made this rule. I knew I don't have to persuade it for years and years, long years. Tudtam, hogyha néhány hónapig ezt csinálom, akkor ennek egy akkora eredménye lesz, ami már működtetni fogja önmagát. I knew that if I stick to my program just for a few months, it will create such a big improvement and result that I will have for a big network. És természetesen ez mellett építettem online is az üzletet. And then also I was doing online as well the business. De az online nem lehet direktbe befolyásolni. But you have to be honest. The online you cannot directly influence what's going to come. Azt szoktam mondani, hogy te csak egyetlen egy dologra lehetsz hatással. You can only do one thing. You can only influence one thing. Arra, hogy hány embernek mutatod meg az üzletet holnap. The only influence you can do that how many people you introducing this business opportunity. Csak erre az egy dologra lesz hatással. This is only the one factor you can have an effect on it. Ugye, tehát, és erre kell ezért fókuszálnod. This is the only thing you really need to focus on. Amíg nem találtad meg azt a 20 embert, akit keresel. Until you haven't found the 20 people that you looking for. Erre az egy dologra kell fókuszálnod. You only need to focus on this thing, to stick to your rule. Hiszen erre lesz hatással. Because this is what you can have an impact on it. És mivel ez egy vállalkozás, ezért profin kell csinálni. And because also it's a business, it's an entrepreneurship, you need to become professional in your field. Amikor én elkezdtem, én se értettem hozzá. Because to be honest, when I started, I had no clue how to do MLM. Sőt, ugye voltak egyéb speciális kihívásaim is. And also I had very special obstacles as well. Én nem vagyok egy ilyen természetgyógyász orvosi beállítottságú ember. I have no qualification and to be honest I'm not really into alternative medication or I'm not a doctor. Úgy is tudnám mondani, hogy engem nem érdekel a Ganoderma. I can also tell I'm not interested in Ganoderma. Soha nem beszéltem a Ganodermáról. I never talk about Ganoderma. Nekem bőven elég az, hogy tudom, hogy ez működik. It's for me is more than enough. That I know it's working. Tudom, hogy fantasztikusan, hogy működik. I know it's a fantastic product and it's working. De ez, és ez nekem bőven elég. And this is more than enough for me. Tehát ezért az első lépés az volt, the hogy fogtam step, egy papírt, és leírtam azt, hogy én mit akarok mondani. So the first step was that I put a piece of paper in front of me and I said what I'm going to tell is a business presentation. Tehát amikor először találkoztam emberrel, előtte leírtam, hogy mit akarok mondani. So when I did the first face-to-face talk and introduction, I put every single word what I'm going to tell as a business or proposition. Hiszen én nem akartam egy üzleti prezentációt tartani. Because I didn't want to make a marketing presentation in the soha meeting. Soha nem tartottam üzleti prezentációt egy új embernek. I never did a marketing presentation for a new person. Mert az olyan MLM-es, és azt én nem szeretem. Because it sounds like an MLM and I don't really agree with it and I don't like it. Okay. Tehát meghatároztam azt, hogy mi a célom. So I clarified and then I put down, what's my goal? Mi a célja annak a beszélgetésnek? What's the goal of the conversation I'm going for?
És erre fókuszáltam. And then I put all my focus on that. Úgy is fogalmazhatnék, hogy mielőtt elkezdtem az üzletet építeni, meghatároztam magamnak, hogy mi az én termékem. So just before I started to build the business, I clarify for myself what's my offer, what's the product I'm selling for. Hiszen, hogyha nem tudjuk, hogy mit akarunk eladni, akkor hogy tudnánk eladni? Because if we're not clear what we are selling, how we can sell it. És én nem ezeket a kiváló termékeket akartam eladni. Also to be honest, I never wanted to sell the product itself. Ugyanis volt rengeteg időm arra, hogy azon gondolkodjak, hogy szerintem hogy működik az MLM üzlet. Because I also, to be honest, I had all the opportunities to think hours and hours, long hours, that how MLM businesses work in general. Ugye, több mint két évig kerestem céget. So, as I mentioned before, I was looking for a company over 2 years, so I had plenty of time to think about it. És azt láttam, hogy a leginkább, ami gátolja az embereket ahhoz, hogy elkezdenek ezzel foglalkozni. I saw that the first thing that really stopping people starting an MLM. Az, hogy nem tudják elképzelni, hogy ők sikeresek lehetnek. People can never imagine they could be successful in an MLM. Tehát lehet, hogy mondogatják maguknak, hogy igen, én megcsinálom. Maybe they tell themselves, yeah, yeah, I will do it, I will do it. But de azért igazából a tudatok mélyén nem hiszik el ezt ők sem. But the conscious mind, they're not really believing it, they can do it. Ezért azt mondtam, hogy az én célom az, hogy eladjam, az én termékem az, hogy eladom az embereknek, hogy ők meg tudják csinálni. So I decided my biggest goal is going to be that anyone can do this business. They are capable to do this business. Tehát, hogyha valakivel találkozok, so when I met anyone, akkor minden idegszállammal arra fókuszálok, hogy a beszélgetés végén ő el tudja hinni, hogy igen, ezt én is meg tudom csinálni. So I was putting all my nerves, putting all my effort and focus towards that by the end of the one-to-one meeting, the person next to me, they believe they can do it themselves. Ezért megterveztem a saját beszélgetésemet. Leírtam. So I really, point to point, I designed my conversation with the person I was meeting. És utána arra fókuszáltam, hogy megfeleljek saját magamnak. So I was focusing after that, that I follow through the plan. És amikor vége volt a megbeszélésnek, akkor kontrolláltam magamat, hogy mennyire feleltem meg az elvárásoknak. So after each and every presentation or talk, I actually went through what happened there. And I make a control that did I follow through well? Did I do well the presentation? És az alapján javítottam. So then if I felt anything went wrong or they didn't react the way I was imagining before, I did a correction that this needs to change, this needs to be better. És mi lett ennek az eredménye? So the result become. Az emberek nem azt érezték, hogy idejött egy ilyen félő arcú MLM-es. So the people didn't come across that some wannabe show of MLM guy come here. Aki megint valami sémaszöveget akar lenyomni a torkomon. So they didn't feel like, okay, it's an MLM company, they want to just recruit me and push me into it. Hanem idejött egy valós ember, aki jól érzi magát. Because they felt, look, it's a real person coming here with stories, someone who feels good. És aki a saját gondolatairól beszél. Someone who talks about own thoughts that he has. Semmi betanult, semmi mű nincs benne. There's nothing fake in it, nothing that's learned or pushed. Okay, tehát javaslom neked, hogy próbáld ki. So I really highly recommend to try this. Írd le a saját beszélgetésedet. Try your own marketing plan or try your own conversation. Használd a saját szavaidat. Try to write your own words. És beszélj a saját érzéseidről. So talk about your own feelings or own experience. És ne aggódj azon, hogy az emberek nem fognak csatlakozni. And don't worry about if they don't join you. Mert nem őket keresed. Because you don't look for the people, they don't join you. Ők nem úgy gondolkodnak, mint te. They're not thinking like you. És úgyse tudnál velük együtt dolgozni. And in a long run, you can never really work with them, so it's no point to recruit them. Lehetsz te nagyon profi eladó. You could be a professional seller. Bárkinek el tudsz adni bármit. You can be a professional salesman. You can sell anything to anyone. Neked arra van szükséged, hogy az emberek önálló belső motivációból csinálják ezt az üzletet. But to be honest, you need the people to become their own inner motivator. Én az előző üzletemben képeztem direkt értékesítőket. In my previous business, I was a trainer for direct selling people. Talán
azt mondhatom, hogy elég sokat tudok az eladásról. I can confidently say I know a lot about direct selling. Nagyon sokat tanítok, hogyan kell lezárni egy megbeszélést, hogyan kell igényt fölmérni. I'm teaching a lot of people how to close a sale, how to clarify, identify the needs of the people. De amit imádok ebben az üzletben, hogy itt megszeghetem az összes szabályt. But I passionately love in this business that I can go against all the commercial rules in life. Úgyhogy ha én találkozok egy új jelöltel, when I find a new delegate order, és beszélgetünk arról, hogy mi ez a lehetőség. So we start talking about what's the opportunity about. Akkor én ezt szoktam mondani mindenkinek, hogy hogyan működik mindenütt az MLM üzlet. So I tell them how MLM generally works all over the world. Az MLM üzlet a következőképpen működik szerintem. In my opinion, is the MLM business works everywhere in the same way. Van egy ember, aki bemutatja a lehetőséget egy másiknak. There is a person who presents the opportunity for another person, right? És a beszélgetés végén a másik ember úgy gondolhatja, hogy hát ez egy jó lehetőség. And then the end of the presentation, the other person could think, okay, it could work, it's a good opportunity. És te még úgy gondolhatja, hogy oké, én ezt megcsinálom, ebbe belevágok. And then they could think, okay, I will start, I can do it this. És ugye még talán még lelkes is lesz. And then maybe they become even enthusiastic about it. Tehát optimális esetben így működik mindenütt az MLM üzlet. Is the optimal way, right? De mi történik ezután? But then what will happen after all this? Ja, ez az illető hazamegy, az új ember. So the person, the new delegate or representative, they go home. És igazából a lelkesedés addig tartott. And then all the enthusiastic will broken down immediately. Hiszen találkozik a férjével vagy feleségével. Because they meet the husband, the wife, a szüleivel, the parents, vagy a közvetlen rokonaival, or all the family, akik mindannyian biztosítják arról, hogy ez a legújabb átverés. So all the people, they will tell you, this is the nonsense, so it's not going to work for you. Yeah, ez egy pilotajáték, és amúgy is illegális. It's a pyramid, it's illegal. De ami a legfontosabb, hogy erre abszolút mértékben alkalmatlan. But the most important, that you are unable to reach success, for sure. Mindenütt a világon így működik az MLM üzlet. Everywhere in the world, is MLM works the same way. De hát ezt elmondom mindig az új jelöltnek. So I tell them immediately. És elmondom neki, hogy tudod mi a legfontosabb? So I tell them immediately, you know what's the most important? Hogy a férjednek, a feleségednek, a szüleidnek, a rokonaidnak igaza van. And then I tell them, all the family members, whatever they come across, they're right. You have to agree with them. Ő szeret téged. They love you. És meg akar védeni őt valamit. They want to protect you from something. Ugye? És amit mond, azt azért mondja, mert valami tapasztalatára alapozza mondja. All the negativity or all the excuse what they are telling you, they're right, but they only say it because they have a negative experience in the past. Hiszen hallott már olyan dologról, vagy akár neki saját magának van tapasztalata, hogy az MLM-ben ő veszteség érte. Because maybe the person had a negative feeling, maybe they had a bad experience, but they're right. Or even the family, they lost money in it. Yeah, tehát én azt láttam, hogy az embereknek a többségének egy negatív képe van erről az üzletágról. The majority of the people, they have a negative viewing of MLM. Yeah, és azt láttam, hogy ezt egy valós tapasztalatra alapozzák. And unfortunately, it's a reality or a bad past experience. És ezeknek az embereknek nem az a bajuk, hogy ők nem lettek sikeresek az MLM üzletben. And the people, they don't mainly have the problem because they didn't become successful. Hanem az, hogy vagy ők, vagy valami közvetlen ismerősük pénzt veszített az MLM-mel. The most problem is that they or their close relative, they lost money doing this business. És nyilvánvalóan nem szeretnék, hogyha te is pénzt veszítenél. And obviously they worried about you. They don't want you to lose money nem doing something. Nem szeretnék, hogyha kudarcot vallanál. They don't want you to fail or feel as a failure. Ezért nem kell velük vitatkozni, kell fogadni, amit mondanak. So you don't have to argue with them. You need to just accept them that they are right. És ugye nekem az a célom, ha valakivel beszélgetek. But my goal is when I start a conversation with a new delegate. Hogy ő elhiggye azt, hogy ő meg tudja csinálni. That they will believe they can do this business. És amikor hazamegy, meg is tudja védeni ezt a döntést. And when they go home, they can defend why they're going to be successful in this business.
Ezért én egyetlen egy technika van, amit használok a munkám során. There is only one technique I use during my work. És ezt én úgy hívom, hogy a megelőző kifogáskezelés. So I just use it as a preventive preventive excuse handling. Igen, igen. Tehát az a lényeg, hogy amikor tárgyalsz, akkor rengeteg kifogást kapsz, hogy miért nem lehet megcsinálni az üzletet. When you're going for a meeting, you get a lot of excuse why you cannot do this business. És bátran írd össze ezeket a kifogásokat, amiket folyamatosan kapsz. Just any conversation you have, write down what's the excuse were. Én is ezt tettem, összeírtam, hogy milyen kifogásokat találkozom. When I started, I put all the excuses down in a piece of paper. És utána beleépítettem ezt a megbeszélésembe. So just when I did the presentation, I already built in the presentation. Mert hogyha az illető nem mondja el ezeket a kifogásait, akkor nem tudom megválaszolni. Because sometimes people, they don't tell you directly their excuses, so I cannot answer them, right? Ezért inkább elmondom én helyette. So I will tell directly to them before, so... Okay, elmondom neki azt, hogy működik az MLM. I tell them how MLM works. Hogy az emberek miért gondolják azt, hogy ez nem jó. And then I tell them directly why people think it's no good. És egyet is értek vele. So I also agree, it's true. És elmondom neki, hogy figyelj, ebben az üzletben te nem tudsz pénzt veszíteni. And also I tell them, in this business, in the XN, you can never lose money. Kizár dolog, hogy te pénzt veszítsél vele. It's not possible. Oké, egyetlen egy dolgot veszíthetsz, az azt a szabadidődet, amit belefektetsz ebbe a munkába. You can only lose one thing, is your free time that you put towards the work you're doing in the XM. Néhány évvel ezelőtt, este megcsörrett a telefonom, amikor előadásról mentem hazafele Magyarországon. A few years ago, back in Hungary, my phone rang after a seminar. És egy úriember hívott föl. And then a gentleman approached me. És mondta, hogy hát ő az adóhivatalnál dolgozik. And then he told me he works in a tax office. De most nem ez ügyben hív. But he's not calling because of that. Hanem neki nagyon gyanús valami a DXN-nel kapcsolatban. He has a very precision that is something not going on with the DXN. Hogyha általában őt megkeresik egy MLM üzlettel. Whenever he's been approached with an MLM business before. Egyszerűen beírja a keresőbe az interneten, és kidob egy csomó negatív dolgot a céggel kapcsolatban. He very easily just put in Google search, and then a lot of MLM companies has negative reports, negative things coming up right away. És néhány hete megtalálta a weboldalamat. And few weeks ago he found my website on the internet. És azóta próbál keresni a DXN-nel kapcsolatos negatív dolgot, és nem talál. So he desperately, ever since he found my website, he's trying to figure out and put in Google search finding something negative on DXN, but he can't. És ez neki nagyon gyanús, ezt nem érti, hogy miért van. But it is very suspicious, so he didn't understand how it's possible. És szeretné, hogyha elmondanám, hogy ez neki mi az so oka. He called me to ask personally, how is it possible? Elmondtam neki, nagyon egyszerű a válaszom. It's very simple, my answer. Emberek nem tudnak rosszat mondani a DXN-re, mert nem vesztettek vele pénzt. People cannot say any bad thing because they never lost money with the DXN before. Nem mindenki lett sikeres, nem biztosan. Not everyone becomes successful, obvious. De nem vesztettek pénzt. But they never lost money, so they cannot say anything wrong. Hétvégén átjött, csatlakozott, és azóta az egyik diamantunk. In the weekend he came over, he joined, and ever since he's one of my star diamond. Tehát nagyon fontos, hogy tudd, hogy ez egy üzleti vállalkozás. It's very important that you always clear on that this is a business opportunity and it's an entrepreneurship. Ezért azt az üzleti időt, amit erre szánsz. So whatever your business time that you distribute in towards the XN. Azt maximális hatékonysággal kell csinálnod. So please make it as a maximum effect towards it. Tehát meg kell tervezned, hogy mit akarsz csinálni. You need to plan what you're going to do as a business activity. Meg kell csinálnod. You have to also do it, of course. És utána pedig kontrollálnod kell, hogy mit, hogyan csinálnál. And then you need to have the feedback. You need to build the control that have you done it? What's the result? Nem az a baj, hogyha hibázol. It's not a problem if you make mistakes. Az a baj, hogyha folyamatosan elköveted ugyanazokat a hibákat. The problem is that if you do the same mistakes over and over again. De az én tapasztalatom azt mutatja, hogy mivel ez egy tiszta dolog, ezért mindenki tudja csinálni. But to be honest, my experience is because it's a clean
It's a good opportunity. Everyone can be successful and everyone can do this business. Csak ne akar más lenni, aki vagy. But don't want to be different and as you are. Mert az emberek észreveszik. Because people will notice that you put in an act on. Én soha nem akartam gyógyítani ezekkel a termékekkel, mert nem vagyok orvos. I never wanted to cure people with these products because I'm not a doctor. Én soha nem rajzoltam ilyen számokat. I never draw, you know, this circles when you go in a presentation. Mert nem hiszek benne. Because I don't believe in that. Okay. Hanem arról beszéltem, amiben én hiszek. Because I always talk about the thing I do personally believe. A saját sztorimat meséltem el. I just tell my own story for people. És azok, akik hittek, azok csatlakoztak. And the people who believe me, they join. Ezt nem lehet csak az üzlettel kezdeni. Nem lehet az üzlettel kezdeni. You cannot start with the business right away. Hiszen nem lehet anélkül építeni ezt az üzletet, hogy én nem hiszek a termékben. You cannot build a business if you don't believe in the product. Tehát nem azért hiszek ebbe a termékekbe, mert ezt az üzletet csinálom. I don't necessarily believe in the product because I do this business. Hanem azért csinálom ezt az üzletet, mert hiszek ezekbe a termékekbe. The other way around, I do this business because I do believe in the products. Másfél évvel ezelőtt körülbelül fölhívtak Milánból. One and a half year ago, they called me from Milan. És mondták, hogy megnézték a weboldalon, nagyon tetszik neki. They told me they saw my website, they really like it. Elindítanák ezt az üzletet Olaszországba. They will start the business in Italy. És mondtam, hogy figyelj, nem beszéljünk az üzletről. I told them, please don't talk about the business. Küldök neked néhány doboz terméket. I will send you a few pack of products. Kóstold meg. Try them. Próbáld ki, nézd meg a hatását. See what's the benefit, what causing you as a product. És hogyha azt gondolod, hogy jó ez a termék, akkor utána beszéljünk az üzletről. And if you feel that the experience is good, is working for you, then we will talk about the business. De ne fordítva legyen ez a dolog. But please don't do it the other way around. Én nem MLM katonákat kerestem. I'm not looking for MLM soldiers. Akik oda mennek, ahol a legnagyobb profit van. That the people go where the biggest profit. Yeah. Én hosszú távon gondolkodok. I'm looking for a long-term relationship. Ezért mindig először a termékről beszélek. So I always talk about first the product. Arról beszélek, hogy én mit gondolok ezeknek a termékeknek a hatásáról, mit tapasztaltam. I always talk about that what I personally think. What's the benefit of the products? Why is it work good? És ha az illető kipróbálja, akkor neki is működni fog. And if the person give a chance and they try it, they will feel the same. És ha valaki megtapasztalja a hatását, akkor sokkal nyitottabb lesz az üzletre is. And when they feel the benefit, they will be more open to talk about the business as well. A egyik legnagyobb hiba, amit még az emberek elkövetnek. And the biggest mistake also that people can do in the beginning. Hogy végeznek egy aktivitást, egy tevékenységet, és utána azt nem követik utólag. They will do an activity, but they never follow through in a long term. Én is rengeteget tárgyaltam. In the beginning I was negotiating non-stop. És nagyon sok nemet kaptam. And in the beginning I received a lot of no. De ezek a nemek nekem nem estek rosszul. But I didn't take it personal. Mert tudtam azt, hogy ez a nem, ez nem nekem szól. But because I always knew that this no is not against me. Nem a cégnek szól. It's not against the company. Hanem az illetőnek a jelenlegi helyzetének. But the person, the reality what they are in it at the moment. Azt szoktam mondani, az én életemben is voltak olyan pillanatok, hogyha idejött volna hozzám a Mr. Gani és bemutatja ezt a lehetőséget, akkor azt mondom, hogy nem. I'm very sure that even in my life I had negative or lows when Mr. Gani would come approach me with this business opportunity. For sure, I would say no, thank you. És ez nem őnek is szól, nem az üzletnek. And it wasn't against him or it wasn't against the business opportunity. Hanem az én jelenlegi helyzetemnek. It was only about my current situation. Ezért amit én tanítok a munkatársaimnak, hogyha egyszer valakinek bemutatták ezt az üzletet, akkor hiába kaptak egy nemet, az kövessék nyomon. So I always tell my colleagues that whenever you get a no, don't worry. Just follow through maybe 3 months later. Okay, tehát erre kifejleszthetünk egy rendszert, amit én nagyon komolyan veszek. Also we develop a system which I take very very serious. Mindenkinek jár, aki itt Európában dolgozik, egy intranet hozzáférés. Everyone who works in Europe, they get an access to an intranet system. Hogyha még nincs ilyen, akkor kérdez utána a felső vonalatnál.
If you haven't received yet, just ask your upline. És ebben az internetben van egy úgynevezett contact page oldal. In the internet we have one line, it's contact page. És bárkivel felveszel a kapcsolatot, nyithatsz neki egy új contact page-et. So whenever you approach someone, you can open a contact page and put all the details of the person. És kérhetsz egy automata emlékeztetőt, hogy a rendszer emlékeztessen téged arra, hogy ő vele fel kell venni a kapcsolatot. And also the great thing in the internet with the contact page, you can ask a reminder that you need to recontact the person. Tudod, ez egy őszinte üzlet, én így érzem jól magam. It's an honest opportunity. I feel good this way. Ezért elmondom, hogy ez gyakorlatban hogy működik. So I tell you how it works in practice. Egy nagyon jó barátom. A very good friend of mine. És nyilván az első között csatlakozott. Also he joined in the first people. Egyáltalán nem érdekelt ez a lehetőség. He wasn't interested at all in the business opportunity. Régi barátom ezért csatlakozott. Because we are old friends, so he joined of course. Tehát úgy is lehet mondani, hogy ő adott egy nemet. So we could say actually he said no. És én nyitottam neki egy ilyen kapcsolati lapot. So I opened a contact page for him. És én ezt a úgynevezett három hónapos szabályt tanítom. And also I teach people that the 3 months rule. Tehát három hónap múlva fölhívtam, és azt mondtam, hogy hát figyelj, én még mindig a DX-t építem, mit gondolsz? So 3 months later I called him that, okay, I'm still with DX-en, I'm building the business. What's your position, what do you think now? És mondta, köszi, bocs, most nem érdekel még. Thank you very much, I'm still not interested. Semmi baj, három hónap múlva megint fölhívtam. So we are good friends, right? So 3 months later I called him again. Ó, figyelj. Még mindig itt vagyok, nagyon jó, egyre jobb. So I told him, I'm still with them, I'm excellent, so how are you? Mondta, hogy köszönöm. So he still said, thank you, but no, thank you. Három hónappal később megint jelzett a rendszerem. So 3 months later, my system still get an alarm. Megint fölhívtam. So I called him again. És mondtam neki, hogy ugye van egy ilyen rendszerem, három hónaponta jelez. So és csak ezért hívlak, mert most is jelzett, hogy mi van vele. So I just told him on the phone, yeah, sure, I have the system. 3 months, every 3 months, it's making me a signal that I need to call. So I call, how are you? Köszönöm. And he still said, thank you, but no, thank you. Eltelt megint három hónap. Okay, another 3 months. Már nem hívtam föl. So I haven't called him. Csak küldtem neki egy e-mailt. So I only sent him an email. Tudod, ez a három hónapos szabály. So I only said, you know, this is the 3 months rule. I'm sending you the email. És ezt így három hónapot elküldtem neki. So every 3 months I send him the email. Két év múlva visszajelzett. 2 years later. Hogy bocs, most épp elbocsájtottak az állásomba, akkor nézzük meg. 2 years later he called me. Got fired from my job. So maybe I would be interested now. Ma az egyik gémántom. He's also one of my biggest diamond today. De hogyha én... De ha én nem követem őt három havonta, akkor ez nem fog. Remember, if I won't follow through the 3 months rule, he would never be my diamond, right? Tehát nem kell három havonta zaklatni az embereket. You don't have to 3 months pursue the people. Ők nem hülyék, elmondhatod neki őszintén, hogy működik. They're not stupid, so you can be honest, okay? This is the system. Figyelj, mondtál most egy nemet, tudom, hogy ez nem nekem szól. I know that you said no, I know it's not personal, fine. Okay. Van egy ilyen szisztém, hogy három havonta küldök egy e-mailt. So it's just a system that basically says the alarm. I need to send you the email is the policy, right? Okay. Ugye az MLM-ben mondják, hogy hát nézd meg a régi ismerőséget és hív fel őket. In an old MLM company they say, just collect all your people and then just talk to them. Ugye lehet, hogy veled is előfordul, hogyha fölhív egy olyan ismerőset, akivel már mondjuk 3 éve nem beszéltél. Even with you, right? Maybe someone called you that you haven't spoken for 3 years. Yeah, és akkor elkezd érdeklődni, hogy hogy van, hogy vagy lelkesen. So then they suddenly start to ask, oh, how are you? What's happening with you? Akkor úgy sejtelt, hogy lehet, hogy az illető csatlakozott egy MLM-hez. So most likely you know that they joined an MLM company or something happening. Általában ez így működik, mert itt tanítják. So usually that's the rule for MLM, normally. Mikor elkezdtem építeni az üzletet, én is fel akartam hívni néhány ismerősömet, akivel több éve nem beszéltem. So when I started to build my network, I also wanted to do the same thing. Hiszen úgy éreztem, hogy én szívesen dolgoznék velük együtt. Because I felt that I actually like them, so I would like to work with them. És amikor fölhívtam, akkor nem kezdtem érdeklődni, hogy van. So when I called them,
I never ask, okay, all this general question about the well-being. Hanem a következőt mondtam neki. So I just told them. Biztos vagyok benne, hogy te is nagyon utálod, hogyha valaki 3 év után fölhív. I'm very sure that you hate it as well as much as I do, that if people turn up after 3 years and call you. És valami kamuduvával elő akar vezetni egy emelőzetet. So all the false promises they tell you. This is the MLM, the life-changing opportunity. És akkor mindenki bőszem mondta, hogy igen, igen. And then all the response was, yes, yes, you're very right. Én pedig mosolyogva pedig azt mondtam, hogy pedig most figyelj, épp ez történik. So just be careful, because that's what's going to happen now. És minden jót nevettünk, és sokkal nyitottabb lett a dologra. So we both laugh, right? Because I tell the truth immediately. Mert azt látod, hogy én nem görcsölök. And then they become open, because they saw I'm not desperate to sell something. Én bármikor előtte találkoztam egy üzletépítővel. Every time beforehand I met an MLM. Én mindig azt láttam rajtuk, hogy görcsölnek. I all the time see that they desperately need to recruit them in the business. Mindenképpen be akarnak szervezni. They always want to recruit you no matter what's the price. És amikor közben beszélünk, akkor közben látom, hogy izzadnak. And then I can see that during the conversation they are sweating hard, like working hard, that you must join my network. És ugye nem veszik észre az, hogy én, aki a másik oldalon ülök, nem akarok egy ilyen szituációban benne lenni. And the only problem is there. They don't realize the other person in the other end. They don't want to be part of this. De hogyha én valakivel leülök, és én csak beszélgetek arról, hogy én nekem mennyire jó, hogy megtaláltam ezt a lehetőséget. But the difference between my approach. I only sit with people, have a nice coffee, talk general, that for me it's amazing opportunity and what I reach within the 5 years. Hogy nekem miért jó. And I talk only about why is it good for me. És egy percig se érzi azt, hogy én bármibe akarnám szervezni. And they don't feel for even for one minute that I want to desperately catch them. Akkor azt látom, hogy az emberek azok egyre jobban akarják. And then to be honest, I can see that they more and more wanted to join. Úgy is fogalmazhatnám, hogy az emberek nagyon utálják, hogy el akarnak nekik adni valamit. I can also say that people really hate when want to sell something to them. Viszont nagyon szeretnek vásárolni. But they love buying things. Okay. Tehát amit én szeretnék neked javasolni, hogy ha profi jövedelmet szeretnél, akkor dolgozz profin. So my recommendation would be if you want a very big income from this business, work as a professional. És folyamatosan nézd magad kívülről, hogy te hogyan csinálod. And also please analyze yourself time to time. Make a control that how you do this business. Hiszen én azt gondolom, az üzletépítés az az embereknek a megértéséről szól. Because I do believe MLM, building an MLM company or business is understanding the people, understanding their needs. Minél jobban empatikusabb tudok lenni egy ember felé, the more become I empathetic towards the person what they really need. Annál könnyebben megy ez a terítés. The more and more easy it's become to do a conversation about my business. Hiszen ugye a jövedelem a termékfogyasztásból jön. Because let's be honest, to get any income, it's overgenerated by the products. És én a folyamatot a következőképpen látom. So I see the process through. Ha valaki hisz annyira nekem, hogy kipróbál egy doboz kávét. So the person who will believe me, at least the point that they try a box of coffee. És betartja azt az egyszerű szabályt, hogy úgy issza meg azt a doboz kávét, hogy nem iszik mellette más kávét. You only have one rule. When you start drinking DXN coffee, for the beginning, you can only drink DXN coffee, not mixed with any other coffee. És ő mondjuk 35 évnél idősebb. And also, if they more than 35 usually. Akkor biztos lehetek abba benne, hogy ezt így csinálta meg, akkor érezni kell neki a különbséget. And I'm 100% sure that if they follow through what I told them, they will feel the difference immediately after one box of coffee. Tehát megtapasztalta a hatását. They will feel the result. Utána úgyis magától elkezd érdeklődni a többi termékre. And even without me calling again, they will come to me and they will ask me, so what's this all about? What's the other products are? Mert a termék működik. Because the product works for everyone. Sőt, lehet, hogy fog beszélni másoknak is ezekről a termékekről. Also it's possible because he has a good experience, so we'll promote to the friends as well. Úgyis, hogy nem is tudja, hogy mi az, hogy MLM. And even without knowing, is an MLM what he does already. Nekem van egy 91 éves nagymamám. I have a grandmother whose age is 91 years. Aki egy nagyon pozitív ember.
And she's a very positive person. De már túl van egy agyvérzése, és azért 91 éves. And then she's 91 and also she had a stroke before. És amikor elkezdtem ebben az üzlettel foglalkozni, and when I started this business, akkor vittem neki egy dobozban az emokapszulát. So I took her one capsule. És azt mondta nekem, hogy hagyjál már végén ilyen csodaszerekkel. Oh, please, just leave me with these miracle things again. Én már öreg vagyok, én már nem beszélek semmit. I'm not interested any of this miracle again. és biztos, hogy amúgy is nagyon drága, úgyhogy and I'm very sure it's very expensive, it's too expensive for me anyway, so it's no bother. Nagyon sikerült meggyőznöm arról, hogy ez nekem ingyen van, és hát próbálja ki. So I convinced her, don't worry about it, it's free for me, please just try it. És elkezdte szedni a GL kapszulát. So she started with the GL capsules. És néhány hét múlva mondja, hogy ez egész jó. A few weeks later she come and tell me, it's actually very good, something happening. Erre fölbátorodtam. So I become more and more brave. Mondtam neki, hogy figyelj, kaptam egy ilyen pirosat is, a Gergét. So I told her, look, I actually have another one in this red one. Maybe. És azt hallottam, hogy ezt együtt szeded, akkor az még jobb. So I learned, or I heard, that if you take both of it, it's actually even better for you. És elkezdte szedni a pirosat is. So she started both taking both capsules. És jobban érezte magát. So she became even more and more better. Ezért szépen lassan van néhány hónap múlva elvittem neki a spirulinát is. So a few months later I actually introduced also next Edidon spirulina as well. És most már körülbelül 4 éve fogyasztja ezeket a termékeket. So 4 years ago she take GL, RG and spirulina. És nem lett fiatalabb, de egyre jobban érzi magát. See, I have to tell you, okay, she never become younger, but she feeling more healthy and healthier day by day. És hogyha feeling van a doboz kapszul, már hét, hogy mindjárt elfogy, úgyhogy and also when it's halfway through the capsule, she already calling me, okay, let's see on the way, please, I need the capsule. De nem ez az érdekes ebben a történetben. But it's not the most interesting facts in this story. Hanem néhány hónap után fölhívott. But also a few months later, she started with the products. She called me. But also, the neighbor, the lady, also want to buy. Okay, of course, she doesn't know what is MLM or what I really do. But she also have a small network in the city. Igen, mert elmondta a szomszédjának. Because she said, look, I feel good, you should try, maybe. And then all the relatives, all the neighbors. És akik szintén látják rajta a változást. And then the most important, they will see the difference as the way she acts. Ez az igazi MLM. This is the real MLM. Nem a mellébeszélés. Not convincing people. Okay. Ezek voltak a legfontosabb dolgok, amiket szeretem volna neked elmondani. This is the most important things that I wanted to share today with you. Talán látszik az, hogy semmiféle extra különleges dolog nincs. You can also see that there is no extraordinary skills or anything. There is no secret actually. Viszont ez a mai előadásom ez annyit ért a számodra, amennyit majd alkalmazol belőle. But this presentation today is only valuable as much as you will take home. Én azt tudom neked garantálni, hogy ha így csinálod. I can only guarantee for you that if you do my way. És itt a hangsúly a csinálásom van. And then also I have to emphasize to do it. Akkor biztos, hogy működni fog neked. So it will work for you as well. Mert valós dolgokról fogsz beszélni. Because you will talk about real things. Be kell, hogy valljam nektek őszintén. I have to be honest with you. Hogy amikor én csatlakoztam a DXN-hez, akkor azért csatlakoztam, mert pénzt akartam keresni. I have to be very honest. When I joined DXN, first when I joined, I wanted money immediately. Tehát egy üzletes csatlakoztam azért, hogy sok pénzt keresek. I joined the business to make lots of money. De idővel rájöttem arra, hogy ez nem egy üzlet. But within time, I realized this is not just a business. Ez egy misszió. This is a mission for me. Hiszen fantasztikus dolog az, amikor járod a világot. Because it's a fantastic thing to travel the world. És az emberek odajönnek hozzád, és elmesélik a tapasztalataitokat. And when people approach you and tell you, this product helped me, this experience, or it changed my life. Úgyhogy engedjétek meg azt, hogy elmondjam én nekem is azt a tapasztalatot, ami a legnagyobb hatással volt rám. So please allow me to share the biggest experience I did have through DXN. Amikor csatlakoztam a DXN-hez, akkor nekünk 5 gyermekünk volt. When I joined to DXN, we already had 5 children. De tudjátok, hogy a gyémánt szinthez 6 láb kell.
So you know all that to become a diamond in this business, you need to have 6 downline. Úgyhogy miután csatlakoztam, hamarosan megszületett a 6. gyermekünk is. So after I joined, I made sure that we have 6th children as well. És amikor a feleségem megszülte a 6. gyermekünket, akkor ugye megismerkedett egy csomó, tehát jó néhány olyan anyukával, akik szintén akkor szültek. So when we had the 6th baby, my wife went to a community where a lot of people had babies, right? És néhányokkal közeli barátságba is került. So we become good friends with them. A születés után fél évvel az egyik anyuka sírva hívta föl. After the baby born, 6 months later, one of our new friends, mother, called Aniko up and crying on the phone. Hogy most jött az orvostól, és az orvosok megállapították, hogy rákos. And she came from the doctor, and they said she has cancer. És ugye a probléma az, hogy későn vették észre, mivel ugye vérzett nagyon sokat a szülés után, de hát ugye azt gondolták, hogy ez ezzel jár. And they diagnosed a very late stage, because after giving birth to the baby, she was bleeding a lot. So they just said maybe it's because it was a heavy given birth. So. És ugye ilyenkor az emberbe rögtön ugye elindulnak különböző negatív dolgok. So obviously you start to think immediately panicking. Ugye ennek a hölgynek is eszébe jutott, hogy az anyukája is rákba halt meg. So then the lady also realized that the mother of hers as well died in cancer before. És ugye az orvosok mondták ennek a hölgynek, aki még 21-néhány éves volt csak, tehát egy fiatal volt. And then also the lady only was in her 20s something. Hogy néhány hét múlva meg kell műteni, és úgymond a végbelit ki kell tenni véglegesen az oldalára. And then also they said that within a few weeks they need to have an operation and all the internal things needs to come outside, so she can never have a proper life. És hát ez egy, és akkor sem biztos, hogy ez and also it's not sure that it will help or she will be ever healthy again. Ugye, mivel én sem orvos, sem természetgyógyász nem vagyok. Because I'm not a doctor and I'm not a therapy person. Ezért egyetlen egy dolgot mondtam akkor a hölgynek, hogy figyelj, most gyorsan menj be a DX-raktárba, oda szólok. Okay, so I just only said the lady, please go to DXN center. És ott adni fognak neked egy ilyen GL kapszulát, akkor so, mit csak az volt? They will give you a GL capsule. Back then we only had that available in Hungary. És akkor szedjél be vele napi 60 darabot. And then take daily 60 capsules. És ugye utána konzultáltunk Malajziával, a ganoterapeutával, Jane-nel. And also I did a consultation with our ganoterapist, Jane-nyo. És összeállított neki egy dózist. And then she put together a complete dose, what needs to be taken daily. Ezért ez egy ilyen havi 1000-1200 euróba került. It's a monthly, to be honest, the price for that dose, it's about 1,000-1,200 euro. Aki nyilvánvaló, ezt nem tudta megfinanszírozni. To be honest, obviously she didn't have the money for this big apply. De mi a magyarországi üzlettársammal, az Istvánnal úgy döntöttük, hogy mi ketten ezt biztosítjuk neki. But because in Hungary, we had Böckes István also, so we both decided we will give the lady the support that she needs and we will do the refinancing for her. Amikor oda került a sor a műtétre, and then when she had the operation, akkor az orvosok nem értették igazán, hogy mi történt az so elmétekben. The doctor, they didn't really understand what happened in the last few weeks, because mondták, hogy meg kell műteni, de annyival előrébb, hogy ahogy látják, hogy nem véglegesen ki kell tenni, csak ideglenesen. Okay, the good thing that they saw that something really changed in the body. They said, okay, it's not a permanent we need to take out. It's going to be temporary. It's a little bit out, the internal, but later on. Viszont megjöttek az eredmények, amik meg azt mutatták, hogy sajnos a probléma az nagyobb, mert májátétje is van neki. And also the problem was that it's actually within the time, it's increased, because she had it all over the body. Viszont termékek azok megtették a hatásukat. But the product, they will start working really good, efficiently. És ugye én nem vagyok orvos, tehát csak így a saját szavamat tudom elmondani, úgymond ezek a rákos daganatok így elkezdtek így eltokosodni, úgymond. Because we are not a doctor, so there is a terminology when you have cancer cells, and basically they start to shrink, and they become in one piece. És a lényeg az, hogy most 4 évvel később,
The more important thing that 4 years later, a hölgy az teljesen tünetmentes. And then the lady become completely healthy. És ugye vissza tudták tenni a végbelét. And then they could operate back to her ovaries. És teljes értékű lett. And then she lived a full proper life. Tehát ezért egy kicsit ma már fontosabb, mint ez egy üzlet nekem. So this is also one of the experience why I think this DXN and the products is more important today for me than just the business. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Thank you very much for listening my presentation.